Hát elbasszák az ember időérzékét, valahogy ezzel dolgoznak. Én nem tudom, hogy hogy csinálják, de nem lehet tudni, hogy mennyi ideje hallgatod ezt a számot, hogy ez most hosszú volt, vagy rövid. Én ezt soha nem tudom, az Infective Mushroomnál soha nem tudom megmondani, hogy mi történik, mert azt érzem, hogy valahogy így az időérzéket így megcsavarja. Tehát, hogy ahogy a nevük is adja valami ilyen nagyon pszichedelikus élmény, és most ez a szám, ez rövid volt, vagy hosszú? Rövid. Igazából, de 3 perc volt, nem tudom. Komolyan nem tudom meg. Ez Psytrance. Hát ezt a zenét így többé-kevésbé a pszichedelikus szerekhez gyártották. De a pszichedelikus szerek tulajdonképpen semmit nem szabadítanak fel belőled, azon kívül, ami már eleve benned van. Tehát ő nem víz be kívülről semmit, ez köztudott. Tehát ez akár a bombára gondolsz, akár az LSD-re gondolsz, vagy bármi egyébre, többé-kevésbé, így semmi nem kerül be kívülről. Csupán megnyílik a kapu a tudatod és a tudattalanod között. És ez adott esetben kellemetlen. És amikor azt mondják, hogy az a mocskos drog, de így igazából arról van szó, hogy az a kapu, ami megnyílik a tudatod és a tudattalanod között, az most is nyitva van, csak mondjuk 30 meg 40 év alatt szivárog át rajta az, ami olyankor 3 vagy 4 óra alatt átszivárog, vagy átjut, átömlik, fogalmazunk így. Hát itt tökéletesen ugyanarról van szó, ugyanarról a tartalomról. A tudattalanod, semmi más nem viszel be kívülről. Nehogy azt higgyed, hogy a pszilocibinben, abban az anyagban, benne van bármi, ami téged megtámad, egy külső démon, amelyik tud a dolgaidról, meg a bűneidről, meg a fájdalmaidról, és ami téged meggyötör. Nincs ilyen. Ez mind te vagy. Mind benned van, már most. Már most válja a járataid benned. Ha tetszik, ha nem. És a pszichedelikus zene ezt mozgósítja igazából. Ennek a világában vagy. Ebben a világban örvénylik az egész történés. De minden esetre az a csodálatos benne, hogy nem kell szeren lenni ahhoz, hogy értsd és élvezd. Mert rengeteg olyan zene van, amit egy adott szerhez írnak, vagy egy adott szer hozza ki, vagy jeleníti meg, és azokat sokszor nem lehet élvezni anélkül, hogy az a cucc benned lenne. Tehát, hogy kell az árhoz a kulcs, és itt meg nem kell. De ez a projekt ebből nőtt ki. Ebből a gettóból tört ki az Infective Mushroom. Tehát eredetileg az Infective Mushroom is ebben a gettóban volt. Értem, és akik ezt hallgatják a partikon, azok be is vannak állva. Ez rendben van, de én tisztán leülök és meghallgatom, és érzékelem azt, hogy ez miről szól. Nincs jelentőség annak, hogy tisztán vagy nem tisztán, mert a szívverésedre jár az egész ritmusvilága, és nem tudod elképzelni azt a magyar Dávidot, aki erre nem rezonál. Már az a vonat már elment. Nem tudjuk, hogy hol, nem tudjuk, hogy mikor. Lehet, hogy volt olyan magyar Dávid, lehet, hogy nem, oda már nem látunk vissza. De nem erről van szó? Nem tudom, viszont meghallgatva az előző számot, és gondolkodva menet közben, hogy ez hogy épül fel, azt láttam, hogy elég sok szintje van, és méghozzá nem is annyi, mint a hány hangszert, vagy a hány sávot hall az ember, hanem ezeknek olyan felhangjai úgy adódnak össze, hogy nagyon-nagyon sok színű, tehát ki mire kattan ebben a zenében, a gyors, a lassú, a magas, a mély, ezek vannak így össze-vissza variálva, és mindenkinek megvan az, amit őt megfogja, ami neki való, és nem biztos, hogy elsőre hallja az összeset, ezt meg lehet hallgatni 5x10-szer, és hihetetlen mélységek bonganak ki. És ott van a Psytrance-nek ez a sterilitása, az egésznek az alján, mint amikor atomok ütköznek egymáshoz. Ilyen, vagy mint amikor mert ugye ez a Psytrance, ez nagyon közel áll a Goa Trance-hez igazából, ez itt ezt a határt már senki se tapítja. Hát ezek a jó emberek voltak is Goán. Igen, ezek Goa, igen. De Zsami se zsártól se áll messze. Nem, de igazából a Zsami se zsártól se áll messze, sőt ez inkább kontinentális, mint angol szász. Ha már izraeli, akkor így én azt mondom. Igen, szerintem a zsidó kultúra az hosszú ideig egyet jelentett a német kultúrával, majd, hogy ezt lehet mondani. Tehát körülbelül meg az olaszszal.
amíg ezt így szépen csapták. De igazából évszázadokon át ez teljesen egyben volt. Na, hogy az egésznek a mélyén ott van az a sterilitás, amikor a higany pattog az a tükörlapon. Az megvan? A higany pattog a tükörlapon. Aki ismeri az LSD-t, az tudja, hogy miről beszélek. Aki ismeri a Goa Trance-t, az tudja, hogy miről beszélek. Na, hogy van a higany pattog a tükörlapon? A higany. Azzal a fajta sterilitással, azzal a fajta ilyen pengeélű merevséggel, ahogyan hát ennél jobban nem lehet kifejezni. Hát rosszabbul sem. Ha nem hallod a zenének a mélyén ezt a lüktetést, amilyet azelőtt nem hallottál, annyira elektronikus, amennyire el se tudtad korábban képzelni. Ez vegytiszta. Hát erről beszélek, hát most akkor így fejezd ki így. Az a lényeg, hogy a higany pattog a tükörlapon, annál pontosabban nem tudom kifejezni azt, hogy keci steril, pontos, precíz, hihetetlenül hideg módon van elválasztva a hang a nem hangtól. Ennél jobban ezt nyelvileg nem lehet kifejezni, basszátok meg, hallgassátok. Letisztult. Le van tisztulva, le van tisztítva a smogtól. De most ezt ennyire primitíven mondod, akkor minek ülünk itt órákat?